anyukák, meg anyaság. Nagy öröm volt, hogy itt volt az anyukám két napig, és belelátott ebbe az életembe is. És egyébként pedig azt mondom, hogy ez a kapocs talán az utolsó, amit még gyerek nélkül csinálok én is. Nem, még nem itt, még nem. De már nincs olyan messze, és nincs olyan beláthatatlan távolságra, mint régebben volt. Ez elég jó érzés. Úgyhogy még egy dal anyukámnak, az elérhetetlen férfiról. Megtaláltam az elérhetőt, addig-addig énekeltem ezt, amíg egyszer csak kell írni egy újat. Jaj, anyám, meghalok, házasodni akarok. Ne félj, lányom, nem halsz meg, inkább házasodjál meg. Hét világot bejárok, míg egy férfit találok. Én már mindent megtettem, de ő elérhetetlen. Az elsőnek szűzlány kell, a második pszichiáter, a harmadik nőgyógyász, a negyedik nőcsávász. Ötödiknek kövér tetszik, hatodiknak fiú fekszik, hetedik szentül prédikál, éjjel csuha a lányukán. A nyolcadik katona, kilencedik pilóta, tizedik a nőket veri, tizenegy az Kabir Bedi. Tizenkettes végapuka, a jeggyűrű csúfacuka, az meg munkamániás, tizennégy a Mikulás. Az meg ott külföldre jár folytani, aj, de messze Párizs, London, édesanyám, mit tegyek? Hogy egy férfit nem lelek, és ha egyet meglelek, na, akkor mit tegyek?